az elmúlt időszakban Újvidéken is nőtt a bántalmazók elleni feljelentések száma. Az idei év első felében az újvidéki rendőrség 300-nál is több esetét jegyezte a családon belüli erőszaknak, ami 45%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A családon belüli erőszakot semmiféleképp sem szabad eltűrni, vélik az általunk megkérdezett újvidékiek. Treba prijavljivati nasilje u porodici, ipak danas, sutra to deca gledaju i ja mislim da je najbolje za sve i za budućnost da se prijavi, ako se ukoliko, i da ne čute. Ni oni koji su žrtve, ni oni koji vide to pa čute. Az Újvidéki Szociális Központban a 2017-es év folyamán eddig mintegy 600 feljelentést regisztráltak. A központot az új törvény hatályba lépése óta több mint 200 alkalommal riasztották. Az intézményben nemrégiben a rendőrségi felügyeletet is megerősítették. Pojačano je obezbeđenje u smislu još jednog interventa koji je prisutan ovde u prostorijama Centra za socijalni rad. Dogovorena je saradnja sa Policijskom upravom Novi Sad, gde je pojačana, odnosno intenzivnija saradnja policije i Centra za socijalni rad u smislu patrola policije koja posećuje lokalitet Centra za socijalni rad. Az Újvidéki Szociális Központot kamerákkal is megfigyelik, valamint egyes irodákat pánikgombokkal szerelték fel, amelyek segítségével a központ munkatársai azonnali jelzéseket tudnak küldeni a biztonsági embereknek. Nemrégiben tartotta meg első ülését a családon belüli erőszak megfékezéséért felelős munkacsoport Belgrádban. A találkozó során az új törvény hatékonyságát is véleményezték. 6643 hitnih mera je izrečeno od 1. juna od kada se primenjuje zakon, od toga 2190 privremenih udaljenja počinioca iz stana i 4468 zabrana učiniocu da kontaktira žrtvu i prilazi joj. Za ova tri meseca takođe primene zakona imamo 2891 produženu hitnu meru i 403 prekršajne prijeve. Egyetértés született arról, hogy a legfontosabb feladat az áldozatok bátorítása lesz, annak érdekében, hogy mielőbb feljelentést tegyenek a bántalmazóik ellen. A feljelentést nem csak az áldozatok, hanem az erőszak szemtanúi is megtehetik.